Ja, ich bin. A járvány első pillanatában már arra gondoltam, hogy nagyon fontos lenne az, hogy itt Ákosfalván egy oltópontot szervezzünk, és átiratban kértem ezt a prefektúrától. Sajnos ez nem jöhetett össze, és azután ugye éppen elég idő eltelt, és tudomásomra kerültek olyan dolgok, hogy az emberek sokszor nagyobb távolságra el kellett menjenek, el kellett jussanak ahhoz, hogy a vakcinát meg tudják kapni. Akár Udvarhely, akár Nyárátő, Nyárátszereda, sokfelé. És próbálkoztam, hogy egy ilyen napos mobil oltópontot hozzunk össze, hogy a község embereit, akik igénylik, azokat itten be tudják oltani. Ez össze is jött, ugye erre azért rá kellett egy picit dolgozni, az embereket össze kellett írni, és a közegészségügynek el kellett küldeni a névsort. Hát közel 300 embert fognak ma ezen a ponton beoltani, és minden elismerésem a kollégáknak, kolléganőknek, akik ebbe részt vettek, dolgoztak, de hasonlóképpen itt meg szeretném köszönni a közegészségügynek, a prefektúrának, az ispánságnak a közreműködését, hogy ebben segítettek. Mert ez nekünk nagyon fontos, az emberek rá kell arra érezzenek, hogy gondok vannak, és ahhoz, hogy szabaduljunk a ilyen-olyan megszigorításoktól, akkor, és a betegségtől főleg, akkor az egyetlen megoldás az, hogy védekezünk, távolságot tartunk, de nem utolsó sorban védőoltást kapunk. Ez hál' Istennek össze is jött, nagyon jól megy, és gondolom, hogy ezzel is példamutatóak leszünk mások részére. Örülök annak, hogy ez a mobil pont elsőnek itt Ákosfalván alakult meg. Hát jó, bizony, nagyon jó, már nem kell menni messze.
Mióta tetszik várni az újításra? Hát, vagy 10 napja, ahogy értesítettek. Nem sokat kellett várni. Hova kellett volna menni, hogyha így nem lehetünk? Hát, azt már nem tudom, ha feliratkoztunk volna, hogy hova írtak volna föl, na nem tudom. Valahova messze, nem? Hát közel, nem is. Nem is közel, de egy nagyon jó. Nagyon jó itt, hogy meg van oldva. Az ismerőseid hova kellettem utazzanak? Nyárát szeretem? Igen, Vásárhely. Egyébként nem, akiket is mondja, közeliek. Csak így a két helyre. Fontosnak tartja az oltást? Hát szerintem igen, hát, ha nem, nem jöttem volna. Nem tartottam volna fontosnak. Miért fontos így biztonságban érzi? Hát egy kicsivel jobban, amivel már öregedek, meg vagyok öregedve is, és még ha élek, öregszem, akkor biztosabb az élet, úgy gondolom. Aztán nem tudom, a Jóistennél van ez is, még hogy segíjen, főleg. A mi részünkre nagyon nagy értéket jelent az, hogy itt Lákosfalván van egy ilyen oltóközpont, mivel távolabb kellett volna utazzunk Nyáradszerdában, nincsen kocsink, nincs mondjuk olyan lehetőség, hogy elmenjünk Nyáradszerdába, és mi nagyra értékeljük, hogy ez itt van Ákosfalván, és első között jelentkeztünk. Hát köszönöm szépen, hogy itten létesítettek központot, mert nagyon könnyű helyzet, nem kell utazni sehova, sokat vártam ezért, mert elmenni vagy Nyáradszerda, vagy Marosvásárhelyre mehettünk volna, és valóság nem igyekeztem, mert nem, semmi betegségem nincsen, és nem mentem sehova otthonról. Na, még hogy, mit? Hogyha messzebb kellett volna menni, eltetszett volna menni? Hát akkor igen, muszáj lett volna elmenni kocsival valakivel. Fizettem volna a kocsit, sem mentem volna. De én tudtam, hogy itt is létezik, majd fog létezni. Köszönhetően a polgármesteri hivatalnak. Hát köszönöm a polgármesteri hivatalnak, hogy ezt el, éppen beszéltem az elnök úrra, és mondta, hogy örvend, hogy tudtak létesíteni, hogy ide az idősek hova menjenek, merre menjenek. Na, de így nagyon jó. Ön nem Un momento de fatto sunt esbolnată cu febră, tuse. Nu sunt un. Nu sunteți. Nici în ultimele 2 săptămâni n-ați avut febră? Mi-am pus un pic răcit. Am înțeles. Bine, dacă aveți ceva alergie la alimente, medicamente, nu. Dacă ați avut vreodată o reacție gravă după vaccinare, să primiți un vaccin și după aceea să aveți o reacție alergică? N-am avut niciodată. Dacă aveți boală cronică, probleme cu inima, cu tensiunea, diabet. Da, primesc medicament pentru... Pentru ce primesc? Sucor. Pentru diabet, am înțeles. Nu, soțul primește pentru diabet. Și dumneavoastră pentru tensiune. O rogon kezelése. Igen, o rogon kezelése. Vérnyomás, cukornyomás, neki magasabb, kicsit a vérnyomás, vagy is. Vérnyomás, vagy is. Vérhigító kell tegyen. Nu vă speriați, lăsați, relaxați, nu l-am bine. Niciodată nu am zis, că și acum un pic am. O mică înțepătură. Atât am fost. Gata, Thank you.
Vale.